Hegyi Barbara színésznő remekül és szívesen főz a családnak és nagyobb baráti társaságoknak is. Gasztronómia iránti rajongása, bár nagyon rossz evő kislány volt, gyerekkorában kezdődött. Tinédzserként már szívesen lepte meg a fiúkat saját ételeivel, mesélte Tiszavasváriban. Néhány évvel ezelőtt gasztroblogot indított, de a rokonok és barátok biztatására úgy döntött, nyomtatott formában adja a főzni vágyók kezébe a legjobb recepteket. Az első szakácskönyve 2011-ben jelent meg, Abrak a Babra címmel, amiért az olvasók véleménye alapján aranykönyvdíjat kapott. Második könyve 2014-ben látott napvilágot. Hegyi Barbara, akivel Szűcs Anikó újságíró beszélgetett, elmondta, a jó ételekhez jó alapanyagra, jó ízlésre van szükség, és szerinte a jó szakácskönyvnek is vannak titkai. Hitelesnek kell lenni. Tehát az olvasók tudják, vagy egy idő után szerintem látszik, hogy valaki ezt komolyan gondolja, vagy csak blöff, és odarítjent valamit, mert kell, hogy legyen egy könyve. Ettől ez az én számomra egy sokkal közelebbi, és egy sokkal, intimebb dolog ez az egész a könyv és a könyvben szereplő személyek és az én viszonyom. Úgyhogy egy kicsit egy ilyen életrajzi és családi történet az egész. A művésznő jelenleg közelgő premierjére készül, és több előadásban is játszik. Most lesz jövő héten bemutatónk Dostojevszkij Bűn és bűnhődés. És itt próbáljuk a Víg Színházban, közben holnap van egy mikve a Pesti Színházban, egyébként Szabó Magda Ajtóját játszom a Spirit Színházban, illetve most éppen a Gózon Gyula Színházban, és aztán hozzákezdünk decemberben egy új bemutatóhoz. Úgyhogy fellőtték a tűzijátékot, és elindult az évad, úgyhogy futok, és futok anyám is. Az Alkalomattán című könyvben olyan menüsorokat kínál a szerző, amelyeket egy-egy ünnepi, vagy teljesen hétköznapi alkalom ihletett. A hagyományos ünnepeken kívül böjtre, váratlan vendégre, csajért gyerekbulira, vagy akár egy esős vasárnapra is meríthetnek ötletet belőle az olvasók.